Tomboló szél és hullámok, megérkezett a vihar, több mint 100 km-es széllökésekre is számítani kell. Jó reggelt kívánok, Önök az ATV híradóját látják. Megjött Ivett, vagyis az a ciklon, aminek hatására Bakonyban 136, a Balatonnál pedig 110 km/órás szél tombolt már tegnap délután. Fonyód-ligetet elöntötte a víz, és országszerte több folyó kilépett medréből. A meteorológiai szolgálat egy megyére első, az ország többi részére másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a viharos szél, illetve a heves esőzések miatt. Éjszaka a szél tovább erősödött, mára pedig sok eső várható. A Balkánról indult az a mediterrán ciklon, amelyik ma délután csapott le az ország több megyéjére. Szerencsére a vihar ereje gyengült, de így is több helyen mértek kora este 100 km/órás szelet. Ezeket a felvételeket egy siófoki nézőnk készítette. Azt vette fel a telefonjával, amint a Balaton hullámai átcsapnak a mólón, és víz borítja be a sétányt. Reggel óta viharos szél fúj, 100 km/órás lökésekkel, és valójában még nem érkezett meg a front, melyet éjjelre mond a meteorológia, 110-120 km/órás szél fölötti lökésekkel. A balatoni strandosok és büfések egyelőre nem tudják, mikor nyithatnak ki. Csak abban bíznak, hogy megússzák a nagyobb viharkárokat.